Hát szevasztok, nagyon szép estét kívánok mindenkinek! Folytatjuk a tegnap elkezdett Dead Space 2 játékot. Röviden a sztoriról annyit, hogy egy űrállomáson vagyunk, amin feltehetően a Holdról bányásznak különböző nyersanyagokat, de ennél sokkal fontosabb, hogy van egy ancient artifact, amit úgy hívnak, hogy marker, ami szerintem úgy működik, de biztos, hogy vannak, akik nagyobb szakértői a játéknak, mint én, hogy bizonyos dolgokat kivesz az emberi memóriából, másokat pedig a helyébe ültet, és rengeteg információ érkezik egyszerre a személyhez, például a főszereplőnkhöz, Isaachez, aki hát emiatt elég keményen halucinál, úgyhogy nincsen jól, egyetlen célja, hogy megszökjön ebben a pillanatban erről az űrállomásról, ebben a segítségére van egy hölgy, akivel pedig rádión tartják a kapcsolatot. A főgonoszt elfelejtettem, hogy hogy hívják, aki újraépítette még a lerombolása után is ezt a markert, és hát nem titkolt szándéka, hogy ezzel komoly hatalomhoz jusson, ugye meg tudja vezetni vele az embereket tulajdonképpen, és már ki is alakult egy szekta, akik hát azt szeretnék, hogyha ennek a markernek a segítségével az egész emberiség egyetlen aggyá formálódna össze. Hogy hívják a csajt, aki nekünk segít? Nem tudom. Dina. Nem. Diana. Valami D-bet is. Nagyon szép estét kívánok Alpacának, Butchernek és Vegának is, akik már itt vannak a chatben. Úgyhogy bele is vágunk, srácok. Rengeteg jumpscare-re, nekromorf gyilkolásra lehet számítani a ma este folyamán. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt az ideje, hogy bele is vessük magunkat az akcióba. Roland, nagyon szép estét kívánok, úgyhogy megyünk. Hoppá! Elvileg minden működik, úgyhogy hajrá! Egy valamit nem tudok, hogy hogy állunk a fegyverekkel. Elég szarul, kevés lőszerünk van. Itt is vannak ezek a gyertyák, amiket a kultisták, vagy hát ezek a szektások raktak ide. És elég érdekes szobrokat állítottak itt a hajóra. Itt pedig egy szobra van magának a markernek. Amiről az előbb beszéltem. Ez az Alien Artifact. Hol a gecibe vagytok? Túljött! Ez beindult ez a játék elég hamar. Most melyik fegyver van a kezemben? Azt sem tudom, baszki. Oké. Okay. Várjátok. Csak óvatosan. Ez megszopja ám. Hogy én is, ha nem lövöm ki. Meghaltál? Kivárra remélem. Au! Valaki megbaszott. Ki volt az? Melyik volt az? Hey! Isten, azt hiszem, most belassultunk durván, úgyhogy szerintem ezt a próbálkozást, ezt talán el is engedhetjük, igen. Bocsánat. Beszoptuk a brét. Augusztus 9-10-11-én Sabin leszek, mehet 0-24-ben a Baldur's Gate 3. Egyébként viccen kívül akartam tőled kérdezni, Butcher, hogy szombaton mehet-e délelőtt. Mert én akkor már délelőtt nekiállnék, valószínűleg egyébként este nem lesz stream, mert akkor meg elmennék itthonról. De, hogy akkor csütörtökön pénteken este, és szombaton pedig délelőttől akár késő délutánig. Jó helyre csöppentünk! Ez nem lesz annyira könnyű, én úgy érzem. Még mi volt eddig könnyű ebben a játékban, azt nem tudom. Lehet, hogy arra már most kéne küldeni egy bombát. Ja, hogy nincs arra elég üzét, tudom. Jó, akkor füstbe ment terv, ezt úgy hívják. Ugyanis az egyetlen ötletem az volt, hogy lőjünk rá egy gránátot, de nincs annyi lőszerem, hogy ki tudjak baszni egy gránátot a fegyveremből. Hogy ezt jól beszoktuk. Yes! Így kell kezdeni! Egy játékot? Szopunk, mint a gép. Use static in combat to slow enemies. Köszönöm ezt a tökéletes tippet. Magamtól soha nem is gondoltam volna rá. Táncos lányokat kívánok mára is. Táncos talán egy enyhe túlzás lesz. Azért valamicske ott van.
táncból is, csöcsből sokkal több. Legyen tánc. Most elnézek erre, hátra itt van egy kis lőszer. Ez nem, ez egy kredit. Az se baj. Állj le! Most bazd meg, az előbb fárasztam, beesküszöm. Szállj már le róla az anyád picsáját. Köszi. Hát egyszer esetleg kihagynád, légy szíves, hogy... Rögtön szépen. Áááá! Mi volt ez? Jézus Mária! Azt sem tudom, mi dugott meg. Jó, ez nem lesz annyira könnyű ez a rész. Főleg a lőszer hiány az, ami leginkább korlátoz abban, hogy sikerüljen megcsinálni. Összehozzuk. Az addig jó volt, hogy elmegyünk jobbra egy kis plusz lőszerért. Ahogy szétlőttük azt a csávót, kiesett belőle. Na gyere, agyszopkodó. Itt jön az agyszopkodó. Felassítjuk. És kilőjük belőle a naptát. Hát most nem esett belőle lőszer, bazd meg. Most már igen. De bazd meg a lófaszát! Hogy mi? Ez gáz! Jó van. Jó van, azért a hátfokozat, az hátfokozat, azt kell, hogy mondjam. Azt nézem meg, hogy esetleg itt nem tudunk-e még gyorsan valami lőszerhez jutni, de hát valószínűleg ez hiú ábránd a részemről. A lift eljöttünk, szóval arra már nincsen. Tudom, még miután nem néztem itt rendesen körül, hogy hozzá tudok-e vágni valami kemény cuccot ezekhez a genyókhoz. Most annyira jó lett volna, hogyha itt nem kredit van, hanem lőszer. Kiesett, ami neki kellett. Ez nem hol a lőszer? Jó. Jó, még egy jön, basz! Na picsába! Ez gond! Aha, ez még nagyobb. De viszont, hogy ezeket most megláttuk, ez a taktikában akár segíthet is. Mert ők robbannak. Jó. Akkor most próbálkozzunk így. Hogy bevárjuk őket. És a robbanósokkal próbálom a többit szétkapni. Elviszem onnan a hullát. What? Patrik, nagyon szépen köszi a követést, jó szórakozást kívánok! Maradj ott! Maradj ott! Rossz vagy! Nem tudom, mi volt, valami... Gyere már! Gyere már, Béla! De te maradj ott! Kurva anyádat, rohadék! Zsolt, nagyon szép estét kívánok! Hát... Azt kívánhatsz, mert... Már beindult itt a szopógép. Megint nagyon jó helyen sikerült megállni egyébként, ahogy én ezt szoktam csinálni a videójáték végi játszásokban, hogy abban a pillanatban, hogy elkezdődik a stream, a legnehezebb rész. Ahol abba hagyjuk. Pedig akkor még nem is tudtam, tehát itt nem mentünk tovább, ez nem az, hogy itt elakadtunk a múltkor, hanem ezt most értünk ide. Megköpködj! Tese. De ez ennyi voltam, geci! Jó, ez mondjuk nem volt szép tőle. Lássuk be. Bármi ötletetek van, akkor szóljatok. Én ezt a hullás témát, ezt nem vágom, hogy mire gondoltál. Bucsár. Jó, hogy ez ne tudjon rá marni. Abba még akár lehet ráció, várja. Állj meg! Ne! Úgy utálom a százist mellé dobni, bazd meg! És megfúr! Egyetlen! Jól vagyok. Amúgy. Kurva életbe! De várja, megpróbálom Butcher elszippantani onnan most. Gyere, szipuzd! Te balfasz!
az anyádat, én meg nem találom el. De, hogy már abba? Meghaltál? Meghalt. Jó, akkor egy. Most meg nem tárasztam be ezt a szart. De szar vagyok, bazd meg. Miért? Miért csináltam ezt? A kurva életben meg fogok halni. Lelassítottak, tehát semmi esélyem nem volt a robbanás elől elmenni. Jó, akkor most annyi volt a gond, hogy ezt nem tárasztam be, ezt a brekkes fegyvert. Hülye mentésem van itt, basszus, hogy mindig tárazással kell kezdeni. Jó, ezzel tudtuk szétszedni azt a nagy köcsögöt. Azt onnan elszipukázzuk. Tír, ennyi oda. Jöhet. Jöhet a macska, megsült a hurka. Ja, ott jön a macska, most akkor megszopott más. Túl korai volt az akció. Ne kökre léci. Hallj meg! Na tudja, te is. Jó, nem tudom már. Megállítottad, de... Baszd meg, bak! Baszd meg, te szét! 8 helyről jönnek és egyre se tudok rálőni, mert nincs annyi lőszerem. Fuck. Attól tartok egyébként Zsolt, hogy a jövőben ez bármelyik pillanat lehet majd, mert nem tűnik könnyűnek a játék. Szopóroller durván beinduljon. Na jó, azért messzet nem ettem, hogy mindegyiket elvegyem. Most ott maradtál. Az enyedet, de rahadék. Ezt nyald meg inkább, haver. Várjál, rálépek. Dír. Oké, okay, itt fölvesz. Ó, ebbe kaptam lőszert, várjatok. Van egy aknám. Akkor ne barmoljuk el. De miért nem? Hát én befingom, basz meg a kurva anyád szemét, faszát! Most ez mi volt? Hát miért nem robbant, basz meg? Ezért ennyire nem céloztam szarul. Az eleje már jól megy, és Butcher, kösz a tippet. Hát azt már meg tudjuk oldani, hogy onnan jön a fék, én meg ezt elveszem előle. Meghaltál? Faszom már belé. Oké, nem tudom mi volt ez, milyen lőszer. Azt tudom, hogy milyen lőszer volt. Megyünk, megyünk. Húzine, húzine. Menj már az útból, ne vastag rom, mi van előttem, bazd meg. Egy. De bazd, de hogy robban? Hogy a passzomba robbanhat ekkorát? Most azon gondolkozom még a lassításomat, hogy azt hol használjam. Úgy látszik, hogy azzal is spórolni kéne egy picit. Na jöjjön! Nem jön? Így? Hopp! Annyira nem volt jó. Ja, hogy itt van előttem egy ilyen mocskos szék. Jaj, nem. Állj meg. Megpróbálok erre menekülni. Jó. Jó vagyok. Megcsináljuk. Hát lehet, hogy nem pont most. Egy 3-4 óra játékidő múlva. Hol jön már az a robbanó genyó? Nem jössz? Pék!
Elbújni nem lehet előlük, gondolom nem. Állj meg kutvára. De ezt nem hiszem el! Teljes sebességgel futok, bazd meg, és rám hány. Ki ez a hányással célzó király, bazd meg az anyád? Ez aztán a Ocsmány bolygó, a rovarok bolygója. Ez a bolygó veszélyezteti az emberi életet. Gondoltam, hogy rá nem használok időt, de fasz ötlet volt. Komoly. És föltámad belőle, befingok be ezek. Hát ennyit lehet taposni? Jézusom! Jézusom! Úristen! Vissza! Most fognak megbaszni! Most! Fű! A kurva életbe bazd meg! Örülök, hogy tetszik, Butcher. Megpróbálok mégis visszamenni egy kicsit, nálam nem bírom. Csak egy szabály van. Hárha van valahol mindenki még egy arcol, kis őszer. Senki sem sújtok. Vagy egy heal, vagy nem tudom. Aki nem csinálja a dolgát, az kreditem az van. Lehet, hogy visszamehetnénk egy ilyen ponthoz, ahol tudok valamit vásárolni. Ha tudok, nem biztos, hogy visszaenged a játék. Itt jöttem a lifttel. Itt van egy ajtó. Én nem olyan nagyon régen megnéztem újra egyébként a Starship Troopers-t. Hát nem lehet rosszabb. Ez egy kurva jó film. Mai szemmel is ugyanúgy. Van térkép amúgy? Ezt még nem annyira próbáltam. Szerintem nincs. De pár hónapja láttam utoljára. Hát minden hónapban egyszer. Meg kell nézni ezt, nem csá. Lövésem sincs, hol vagyok. Egy kis loot az jól jönne. Be nem lehet? Itt a miniature marker. Adjál lootot, köcsög! Akkor ne. Iron Spine, nagyon szép napot kívánok. Hát pedig úgy tűnik, hogy ezt ennyiből kell megoldani sajnos. Egyre inkább az az érzésem, hogy ebből a semennyi lőszerből kell valahogy megoldani. Húha! Nem lesz egyszerű. Ellenben igen nehéz. Visszamegyek a világ végére és hátra tudunk valamit vásárolni. Nem terveztem, hogy erre költöm a pénzemet, de hát ez van. Mi van, hogyha ezeket nem tapicskoltam meg rendesen? Itt kéne lennie, szerintem, hogyha egy könnyebb fokozaton lennénk, akkor itt lenne egy ilyen árus. Mi van? What? Overnode. Normális vagy? Azért, hogy visszamenjek, azért használják föl nodot. Szevasz, Immortál Pearl, nagyon szép estét kívánok. Hát mi ez a játék, bazd meg? Hagyjál már, mi ez, hogy nodot használják, azért nyissak egy ajtót. Használjanak, én három anyja van. Missy Szopot gombolsz, nagyon szépen köszönöm a sok-sok támogatást.
Nagyon szép estét kívánok, jó szórakozás. De már nem megyünk. Oda nem. Hát akkor ez szopó. Akkor visszatöltem a checkpointot szerintem. Most 20 perce. 20 perce szopjuk már a vérerest és kékerest. Nem is, nem. Nem, Butcher, azt nem fogom megnézni. Nix, nagyon szép napot kívánok. Az gondolom olyan, mint a második rész. Hagyjuk neki. Megkülök, tegye a dolgát. Hát, hogy ez ennyire ne, hogy mellé lövöggetzi. Hát ezt már most elbasztam, jól van. Szép fordénes. Csak így tovább. Ezt mi a fasznak veszem föl egyébként, ez a Javelin Spear-be kell. Hagyjak a végén. Honnan jönnek a izék, a robbanósok? Ezt hogy nem találta el? Megkombóztak rendesen, bazd meg. Ezt a lassítást, ezt mondjuk... Mondjuk fejbe verném azt, aki ezt kitalálta, hogy amikor rám köpik a savat, akkor még be is lassulok, mint a kurva élet. Jézusom. Csak nem túl tetszettem magamat vállalni megint a nehézségi fokozattal. Ne, biztos nem. A kurva! Hossza! Hossza! Add ide! Akármi is volt nálad. Mi? Mi van, Butcher, bazd meg? Nem látod, hogy életveszélyben vagyok? Nem! Nem olvasom. Te teljesen tökéletesen megy, Butcher, a stream frissíts egyen. Kurva is. Pék. Nincs, nálad van. Az ön készülékében van a hiba. Gyere ide, nézd csak! Tű! De... miért? Szerintem geci, hogyha... Ha elkezdi, akkor kap ilyen plusz bajsot ezzel. Ölj meg, nem bírok fel. Csináld már, légy szíves, hát ilyenkor meg nem tud megölni, bazd meg. Egyszer akartam életemben szándékosan megöletni magamat, még mindig nem történt meg, bazd meg. Ügyes voltál, te rohadt genyó. Szerintem ezt azért rakták bele a játékba, hogy egy kicsit felbasszom még jobban. Jó, tehát elvesszük előle a kaját. És még azelőtt kéne... legalább mennyi tőle vette, hogy nehogy véletlenül kettőt találjak rendben. Most még egyet megszopadsz, fasz meg! Mi a kurva anyádban? Volt egy lábad, köcsög! Valamikor még az életben neki tudok állni futni? Nem, már nem. A halálban esetleg. Mi ez a rész? Jó, ez teljes mértékben biztos, hogy ezt a köcsögöt, ezt még azelőtt meg kell állítani, hogy hozzáférne a pékhez. Ugye nem köptél le.
Add ide. Csá! Ne köp le, ne köp le, ne köp le! Nem akarom. Tárasz be, tárasz be, tárasz be! A picsára. Tudtam, geci, bassz meg, hogy nem úszom meg a rohadt picsába! Mit csinálsz te is? Dobál le magadról, te hülye fasz! Remélem, megölöd. Szép fasz. Hagyd már ide! Jézusom. Még valaki itt tuti van. Nem végeztünk ezzel a résszel sajnos. Csak valahogy sikerült most úgy csinálnom, hogy ne agrózzam be. A büdös! Most ez komoly! Hát Dénes, mi a lófasz volt ez? Hát bazd meg mi? Csak taposni akartam, te... pék! Hogy basznám meg önmagamat. Volt egy gránátom, szólok. Na, mondjuk rosszabb is lehetett volna, mondjuk bele zakózok a saját gránátomba. Most éppen, hogy nincs gránátom, azt hiszem. Mert azt hiszem, hogy 25 lőszer kell egy gránát elhajításához. Azért majd megpróbálom. Ha valaki nagyon szeretne egy gránátot az arcába, mondjuk Isaac-en kívül. Légy ki, legyen meg ez a rész. Tapos! Most már van gránátunk, azt tudni. Autoszévet látott valaki? Én nem. Ó, mit fedezett fel? Ó, a Marker tő találta meg. Ja, folyamatosan erről dumálnak, hogy ez vezet el az új jövőbe, hogy összehozza az emberiséget. De nincsen jó ez az Isaac fiú. Király jól néz ki ez a hely. Függetlenül attól, hogy rettet kultisták csinálták. Most akkor elfogyott az oxigén, mi? Jó, gyorsan be a templomba. Agyon fog lőni, ugye? Fuss, 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 Isaac! Igen, fogy a pókszigén. Arra be! Ja, mert bezárult a kapu, akkor nem kell sietni tovább. Dana. Dana a csaj, nem Diana. Separation of church and state. No, Dana, we shouldn't be in here. This is the last place we want to be right now. Isaac, my brother died trying to rescue you. This is important. Oh. This will work. I'm in a safe room at the top of the church. Meet me there, okay? Egyébként nem tudom, hogy ki lehetett a bátyja. Szerintetek melyik volt, amelyik azért halt meg, hogy minket megpróbáljon megmenteni. Mi? Locator? Advance? Locator. What? Hát én nyomkodom, azt nem jön össze. Mi? Objective? Aha! Safe station! Bench. Ó, királyság! Hát milyen kemény már. Ezt is lehet változtatni, hogy melyiket mutassa. Nem kell ide térkép, buzis. Nem az objektív irányába vagyunk, hanem a safe station. Lőszert, ezt kérek szépen. Ott van valami. Hadd ide! Ez az!
plazma cutterömben is van most már 3 darab kemény lőszer. Még egy kis heal kéne, és akkor teljesen rendben vagyunk. Na, merre van az a safe station? Jó, minden itt van, ami Sam Sainak ingere, úgyhogy most kimaxoljuk a karaktert. Jó, először a biztonság kedvéért egy mentést, mert kinézem a játékból, hogy megtámadnak, miközben éppen fejlődni akarok. Jó, folytatjuk a bench-e. És utána a legfontosabb pedig a vásárlás. Ezek mik? Ilyen maszkok? Szuvenírek, árulják azért, de gusztustalan. Na, hol vagyunk? AP-ig nem fogunk eljutni, vagy HP-ig, na. Ez egy AP. Hát ez nagyon odébb lesz. Hogy még ennél egy picikén több lesz a HP-nk, úgyhogy ez felejtős. Rifle kapacitás az teljesen fölösleges, és a damage-ig viszont nem jutunk el. Úgyhogy a line gun-t próbálom. Adjunk neki még egy kis damage-et. Ez micsoda? Reload. Az már. És állandóan be kell tárazni, mert alig találok vele lőszert, aztán ezt újra be kell rakni. Villám gyorsan. Na jó, mehet a store. Jó, tehát van tervrajza már a Javelin cuccnak is. Most mit csinálok éppen? Ja, ez a saját inventory, oké? Mondjuk lehet, hogy meg kéne szabadulni valamelyik fegyvertől. Hát ha. Itt van a Javelin Spears. Ez a Javelin Gun. Tök jó, hogy ehhez találtunk egyébként tervrajzot, amire a legkevésbé van szükség, hiszen még a fegyvert sem tudtuk megvásárolni, és most sem fogjuk, mert 11 000 elvinne. Szerintem egy ilyet veszünk 2000-ért. Többet nem pazarolunk erre, illetve veszünk még egy kis lőszert. Szerintetek hány darabot ad? Inventory stack size 25 lőszert ad. De akkor veszek többet. Nem, 6-ot, bocsánat. Az kurva jó lett volna. Most ez kimentett volna minket egy időre a csávából, hogyha tudok itt vásárolni ennyi darab lőszert, de nem tudtam. Jó. Szétverem ezt a reklámot. Nem tudom. Sajnos. És akkor azt a kis healt azt be is toltuk, hát nem sokat segített, de többet nem akarok a pénzemből elpazarolni, mert abból már fegyvereket meg egyéb dolgokat kell vásárolni. De! A kezdeti nehézségeken túl vagyunk, srácok, úgyhogy fuck yeah! Jó alaposan körülnézünk, hogy még mit tudunk találni, mert teljesen a másik irányba volt az objektív. Szóval sietni ennyire azért nem kéne, inkább szép lassan komót. Ó, hát erre kellett jönnünk. Hiszen ott van egy kis lőszer is a földön. Mert ez a Michael Altmanról van itt is szó, aki ugye felfedezte ezt a markert. Mit hallottunk már szövegesen is. Találtunk egy nodot, nagyon helyes. Ez a lesz. Ettől féltem. Volt egy kezed, haver. Hát csak ide. Hol vagy? Hol a kezed? Nem kéred? Yes! Királyság! A másodperc tört része alatt reagáltam erre az akcióra. Ugyanis a semmiből jött a kis geci, de hát ezt már megszokhattuk ebben a videójátékban. Kinyitod az ajtót, vagy húzi vagy? Jó. Lebeszélt erről egyébként. A kollégám. Dina. Hogy ezzel barátkozzunk, ezzel azt rosszal, mert hogy őrült és megölte a feleségét és a gyermekét. Lehet, hogy nem ok nélkül. A pelletemet, Nandi, nagyon szép estét kívánok, jó szórakozást.
nem ok nélkül szerintem, tehát én azt képzelem, hogy nem úgy született, hogy bolond volt, hanem ezzel a markerrel került az őrület határára, és akkor végzett a kedves saláddal. Ja, nem ide akartam, hanem a benchhez, bocsi. Ott még gyűjtögetjük a pénzt. Mondjuk a lófaszt gyűjtögetjük, megveszem azért a javelint. Jó. Jó, ez hasznos lesz, hogy akkor a lassításunk az tovább fog tartani egy picikét. És akkor... Ne halogassuk az Bazd meg, nem tudom megvenni, miért nem? Nem sok hiányzik, nem sok kredit hiányzik egyébként, de akkor majd legközelebb. Nem szopta le a pelletét. Nem szopta le. Jó. Bench. Store. Objective. Így. Azt biztos, hogy nem adom el. Hello? Meg volt az? Honnan? Nem tudom, honnan jön. Csúnya hangja volt. Be is fosítottam. Egy kicsit mi van? Jó, ez csak egy ajtó, nyugi. És itt mi volt? Oké. Okay. Text log. Tour guy stuff. Kérlek, tartsd észben, hogy a látogatók minden esetben legyenek a szemed előtt. Mi az az mi a pénis? Ezt most megnézem, bocsánat, hogy mi ez a szó? Indoctrination. Kiképző. Soha nem hallottam ezt a kifejezést. Indoctrination. Képzés. Training indoctrination. Oké. Okay. Tehát a kiképző centrumban, központban. Off limits of the casual public. Remember to the light in the room of those who walks in darkness. Ez ilyen fasság. Már megint ez a szektás duma, hogy a fényben járj inkább a sötétség helyett. Úgyhogy ezt nem volt annyira sok értelme megnézni, de nem baj. Köszönöm, Alpaca. Indoktrináció. Milyen magyarosan megfogalmaztad. Hát itt is az agymosás megy. Akkor ez a kiképzés, ez nem jó fordítás, amit a Google csinál? Ennek a túrának tulajdonképpen az a lényege, hogy megtérítsék itt az embereket. Ez elég gáz. Viszont ennyi mindent még soha nem találtunk, mint most. Ilyennek szerintem rossz vége lesz. The second cycle was more harsh, resulting in a pressure snap that popped people's ears and sent several to medical. That was not needed. A Fidesz próbálja indoktrinálni a fiatalokat, hogy legyenek minél fanatikusabbak. Nem csak próbálja, tehát szerintem ők is hallgattak Yoda mesterre. És nem is a neted mellett döntöttek. Befolyásol a tanítás. Köszi! Köszi, srácok! Na, most már ezt is tudom.
Mondjuk úgy látom, hogy ezek a vallásosok is azért a csöcsöket nem vetik meg. Ezekből a szobrokból ítélve. Ez egy kicsit rosszabb még annál is, mint hogyha az űrrobot istenhez imádkoznának, vagy el. Nem olyan sok az előtte. Oh, yes! Királyság. Nem is olyan rossz ez a Márquez szekta. Mint a Fidesz. A gépfegyver volt a kedvenced már, mint ez, a Pulse Rifle. Én is sokat használtam a babák ellen. Most nem tudom, ez hol történik igazából. Valaki durván megszokkodtak. Te egyedül vagy? Tudom, hálát várjuk. Nem úgy hallatszik mondjuk. Jó. Erre szikorzi azt a kezet. Tír! Köszönöm, megyünk azért. Ó, oh, basszak! Még egy jött! Jó, azt hiszem, itt most elfogytak, de ez nem azt jelenti, hogy leengedek, csak ezt leteszem a kezemből, mert zavar. A DS remake-hez képest is elég pofásan néz ki a játék. Én is azt gondolom, hogy kurva jól néz ki. 12 év. És mégis. Adj a kezed, köcsög! Meghaltál? Most! Hú, de jó vagyok! Waa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 a
Miért? Miért van az, hogy egy pillanatig azt gondolom, hogy most nagyon megy? Meg büntet. Látjátok, én is vallásos vagyok, egy csomószor szóba hozom Istent. Streamek alatt. Ne, bazd meg, de visszarakott! Milyen faszán csináltam meg ezeket a részeket. És most az egész megy a levesbe. Rálépek! Na. Csak nem kezd Isaac is egy picikét ideges lenni. Ezt már szeretem. Na hol vagy te szopkodógép? Olyan gránátot kapsz az arcodba. Ezt hogy éltett túl, te rohadt faszfej. Nem is értem, hogy ez mi van. Kérjél. Ne égj. Úristen, itt még kettő ilyen szopkodógép van. Várja, lesz egy gránátom, mi a... Kibasz meg az anyád, ezt fel kell még. Betárasztál, baby? Hossza! Ne, nem, nem. Nem bajnod. Lőd le a kezét. Az jöhet. Fír. Miha lepattant róla a keze? Ezt direkt ajánlotta még a csávó is, hogy ezt a módszert alkalmazzam. Hát, mint hogyha...
nem tudom, egy védő pajzs lett volna rajta, és annak ment volna neki, amit felszippantottam. Akkor maradunk a klasszikus módszernél. Ez most megint nem ért vissza, de nem értem, hogy miért. Hát tényleg azt veszem föl, amit kell. Úristen! Jó, ez lehet, hogy örökké tartani. Mert a kopógép az nem jön ide. Jajaja! Így örökké tart. Ezt kellett volna már régen megölni. Köszi, picit levettem belőle. Nem mertem sokat, hogy azért a jumpscare részeknél egy picit, aki szeretne, az hat fosson be. Oké, okay, szépen. Most bezzeg volt gránátom, bazd meg. A szopó. Hadd ide, hadd ide. Táraz. Nem tudok tárazni, mert nincs mit. Na, ezt a szokkodást fejezd be, légy szíves. Ezzel szétlőlek, most itt minél gyorsabban. Meg haná. Ukkal mögöttem egy fék. De már nem érsz, ugye? Jó. Csá. Jaj, ne! Micsoda Matrix! Nem mondok semmit, a kurva anyádat szopkod le! Ne engem! Ez csak valami hülye vicc, ugye? Ha mi a gecinek rakta ki a izét? Hogy nyomkodjam az át, hogyha úgyis mindegy már. Nem lett könnyebb ez a játék az első nehézség után. Na kurva életbe. Jó, az elsővel nem bohózkodunk. Gyorsan megsemmisítjük így. Jó, kaptunk egy hílt is, az berakom. Tárazás, tárazás. Elfordítjuk a fegyvert. Lábakat akarunk lőni. Ehhez beszaladok, megállítom. Nem tudok sajnos rálőni itt. Így ki tudom végezni, király. Ez is jön, megállítom, elmegyek mellette. Visszamegyek a lépcsőre, ha tudok. Most már jön a szopógép, hogy hol van. Itt van, de jó. De, lassítani akartam, bazd meg, csak nincs már. Most! Na, fogy meg! Légy szíves! Fogy! Á, jó, és adj ide, adj ide, adj ide! Hozzá! Mi volt ez a treplec, keci? Sajnos. Komoly. De baszd meg! Hány lőszer kell még? Most nem érek ki az ajtónél, vagy. Többet tárasztam, mint nem. Yes! Á, kutya fáját, ez könnyű volt. Milyen kis egyszerű rész volt már megint. Köszi szépen a GG Butcher. Isaac helyében inkább leülnék ide olvasgatni a bibliát. Mármint a rovar bibliát, vagy nem tudom, minek nevezzem ezt a... ezt az alien hitet. Köszönöm szépen, Mrs. Sofold Gombolc. GG! Hintem megállt. Tévedtem kellett. Még egy? Jó. Volt egy lába, köcsög. Jó,
Nagyon helyesen tettem egyébként, hogy erre a fegyverre még fejlesztettem egyet. Hát ezt tőlem kérdezed, Butcher? Én remélem, hogy nem. Ez már felér egy orgiával, ami eddig itt volt. Izé, Sire nem szopott ennyit, bazd meg. Már azt hittem föl kell, ahogy így rá tapicskoltam a lábammal. Mindjárt várjatok. Hát nézzük. Ezt olyan lassan készíti elő ezt a fegyvert, úgyhogy ilyen zseblámpának használni nem túl effektív. Most az jó. Ó, majd mit hagytam. Na ez aztán érdekes egy lift volt. Azt hittem, hogy semmibe fogok beleállni. Jaj, de szép ez az ember, mit ábrázol? Nem tudom, mit írtak rá. Press, break, fuses, disable locks. Ó, értem! Dirt! Na, így kell kinyitni. Még erre elkukkantok. Szerintem az objektív az... Ja nem? Király, akkor erre eljövünk előbb. Hát, ha van valami hasznos dolog. Jöjj, itt voltunk az előbb, nem? De! Micsoda? Ki az? De most honnan jöttél, öreg? Jézusom, még egy! Az meg köpni akar, bassza meg! Geci be! Pincsi a savad! Ez két goás beszélget. Nagyon jó íze van. Az acidnak. És miért, honnan a túró faszából jött elő? Elnézést kérek, de... Felkúrt egy kicsit. Jobban jártam volna, hogyha az objektív felé megyek. Határozottan. Jaj, valami nagyobb részévé kell válnunk. Legyünk mindannyian rovarok. Legyünk alienek. Azért ez meg kell, hogy nem szar a kilátás innen. Mindegyve itt van. Egy kis makett is a városról. Feltöltjük a stázist. Hú, de gyűlölném, srácok, hogyha összeolvadna az agyam más emberekével. Mondjuk ők hogy utálnák, aznak, hogy az enyémmel. És ilyen fideszes agyam lenne, egy ilyen központi agy lenne Magyarország. Ha már nem az. Ettől nagyon megértem, hogy ledölt innen ez a szar. Nem is tudtam erre reagálni, baszki. Jó, itt mindjárt megmágnesezzük a megmágnesezni valót, csak gondolom, hogy valaki rám akar mindjárt támadni. Agyabugyálom. Egy kis heal, ezt be is tolom. Text mindjárt rákoztantunk, hogyha hosszok, úgyse olvasom el. Hát ez mérsékelten sikerült. Leszarom. Igen, és akkor ezzel most kell még csinálják. Ja, csak el kell venni innen. Jó helyen van az ott. Igen.
Ez egy puzzle. Mi a pénis? És az? Az mi? Megrakjam ide? Ja, ez nem olyan. Oh. Menj el ide. Oké, minden működik. Mindig az ajtó bűvölő. Úristen! Meghaltatok? Vagy mögöttem is itt mögött. Á, kurva! Hát honnan? Jó, a legnagyobb boss az ott következik szembe, srácok, mert agyon fog baszni az ajtó, ebben majdnem biztos vagyok. Megpróbálom egy stázissal lelassítani, de tudjuk, hogy mi lesz ennek a végkimenetre. Mi van? Így, nézzétek csak! Hogyha azért akarsz imádkozni, a markerhez, akkor így kell tenned a kezedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Jó. Elmúlik, mire fölmegy. Hagyjon, basz. Haza! Nem baszott agyon amúgy, csak azt hittem. Vagy igen? Nem tudom, mert most neki állt halucinálni, Isaac. Kurva élet. Azt se tudom, hogy megbaszott-e, vagy nem. Lehet több HP-n volt eddig. Nem, szerintem az teljesen nagyon vert volna. Kilátható a képen. Nem tudom kivenni. Jó, ez azért elég gyanús, hogy még egy 2 másodpercig itt maradok és epilepsziaromat kapok ettől az ajtótól. Szép. Haladunk. Véletlenül ki ne kapcsoljam megint a nem létező Xboxot. 360-at. Ez mi volt ez a szerelő? Le tudom szoppantani onnan? Vagy már nem emlékszem. Annyi baj legyen. Takarítunk. Kis rend. Ó, még jó is, hogy csináltam, mert közben ezt megláttam. Gyere már le onnan. Sex magazin. Ó, ettől féltem, hogy ez ilyen bemászós. Klausztrofóbiám van. Soha a büdös életben nem másznék bele egy ilyenbe. Ja, bassz meg, nekem nyomkodnom kéne, várjál! Aaaa, még az hol? Ne! Jézusom! Az kemény mondjuk. A saját szemembe akartam belepittyenteni azt a... A drog rossz, állítólag. Nekem azt mesélték, én mindig csak pozitív hatásait éreztem. Csak egyszerűen. Erhard Blazer, nagyon szépen köszönöm a raidet. Szevasztok, srácok, nagyon szép estét kívánok mindenkinek, jó szórakozást kívánok. Köszönöm szépen a raidet, Erhard. Jó, ide is bemászunk. A baby. Hús. Hús francba.
ebben a pillanatban említettem, hogy nagyon nem szeretem az ilyeneket, mert tiszta klausztrofó feeling, és most megint be fogok fosni, hogy kimászom el, esküszöm. Legalább most... Aha, ugyanoda másztam vissza, bazd meg, ennyi eszem van. Hát remélem, még egyszer nem akarom megszúrizni a saját szemgödrömet. Szevasz! Szevasz, Erhard! Nem akartam még egyszer. És ugye, amit mondogat, most már értelmet nyert számomra. Ugye azt mondja a exem, így a hallucinációk közepette, hogy make us whole. Hát arra gondol, hogy nem csak minket, hanem az egész emberiséget. Magic Spino, nagyon szép napot kívánok, jó szórakozást! Mert ugye Markerből kaptuk ezt a hallucinációt. És a make us whole az ilyen módon akkor azt jelenti, hogy mindannyian legyünk egyek, bazd meg. Ez mi? Nem tudom, mire jó. De szétbaszom mindjárt ezt a lokkot. Így. Izomból. Még hogy az erőszak nem megoldás. Jó, akkor megint elmegyünk erre, aminek valószínűleg az lesz a vége, hogy... Ó, ez egy shortcut. Akkor nem megyünk el arra. Wow. Mi történik itt? Ott valaki szaladt, én úgy láttam. Nem volt pere ez a hang egyáltalán. Csak egyet kihagyott a szívverésem. Szép ez a hely. Egyébként tényleg eszméletlen királyul néz ki a játék, nem gondoltam volna, sokkal fosabb grafikára számítottam. Na ez viszont elég érezhető, hogy tehát az ilyen apróságokból, hogy nem nagyon robbolható a környezet, ebből érzem én azt, hogy ez egy 2011-es játék. Hoppá, micsoda! Itt a Kánaán. Soha életemben nem volt még ennyi lőszerem. 2 gránátot is elvethetnék, ha úgy tartja a kedvem. Ez nem remaster, persze, ez a régi. Még azt is írja állandóan, hogy Xbox 360 a konzolomra. Szevasz Alpata, újra. Biztos kaptak egy gyűrűt mindannyian a Markertől. Jaj. Nem tudom elolvasni. Don't let the light out, vagy ne, nem tudom. Honnan jön? Mit akar? Mint a Dragon Ballban mindig az első kérdés. Találkozol valakivel. Honnan jöttetek? És mit akartok? Hát léptünk, leigázzuk a földbolygót, felrobbantjuk a gecibe. Na jó, hát azt azért nem kéne. Oh, egy ilyet azért vissza. Az Isten faszát! Elnézést kérek, úgy értettem, hogy... jaj! Na mi van? Hát megbaszódott az objektív. Dana se tudja, hogy most mi a teendő ilyenkor. Úristen, ott láttam elfutni valakit. Csokolom, nem jó szándékkal jött? Jaj, sok. Mik ezek? Mik ezek, baszd meg a kurványát? Raptorok! Űrraptorok, genyó! Ne pofász, hát itt vannak az űrraptorok, te állat! Jó, ez meg fog
azt mondja. Sőt, űrtyúk! Ott maradsz, így megrohadsz. Rád kaposok ám. Szopó köcsög. Hú, van még ebben lőszerem, várj. Maradj. Stázisom is van még, király. Köcsög vagy. Ez jó lett volna, még így is megkapjuk. Clever girls! Wow, tényleg raptorok akkor! Vágjátok, srácok, ezt a dumát a izéből. A Jurassic Parkból. És okos kislány. Minden egy Jurassic Park utalás. Hát ez az volt. Erhard, ne szopas. Megtapostam én rendesen mindegyiket? Szeretem, ahogy fröccsög. Ez a győzelem hangja a játékban. Az élet utat talál magának, így van. Az is egy ilyen szállóige a Jurassic Parkból. Na gyere! I'm a magician! Ja, nem az vagyok, bocsánat. Mechanic. Hol van? Utolsó mikoszekundumban, bassz meg. Ez csak megvette elsőre, hála az égnek. Na csáj, mentem. Mi kurvára nem erre kellett volna, ugye? Gyere. Ezeket... Na most van egy kérdésem, srácok. Hát, ha tudja valaki, hogy... Ha ezeket jól széttaposom, akkor utána már nem tud? Nem tud rászopódni a szopógép? Tudjátok, aki Batman, denevér Batman szörnynek képzeli magát. Vagy azután is ki tudja még szívni az agyát. Itt lehet, hogy egy boss lesz hamarosan, srácok. Mondjuk ezt már abból is gondolhattam volna, aki itt megpróbált betörni az ajtót. De kaptam nem kevés lőszert ebbe a fegyverbe, úgyhogy ez elég gyanús. Azt hiszem valamelyik ásított. Hírt is kaptam. Ez egyre gyanúsabb számomra. Mondjuk a bosszal nem, tehát az előző bosszal nem szoptunk annyit, mint legalább 5 helyen eddig a játékban. Majd itt. Vannak kérdések, amik jobb, ha nincsenek válaszok. Mert miért? Léci! Attention! Please be quiet when observing the funerary rituals of the church. Flash photography and holographic imaging are not permitted inside the church. Ó, nem szabad fényképezni a izében a kriptában. A templomban. Jó, ez is valójában csak egy shortcut volt, úgyhogy akkor megyünk. Mondjuk design az volt, attól függetlenül, hogy ezek mind őrültek. Akik ide járnak imádkozni Jézus helyett. Hát ugye? Melyik az? Nem mondták? Ugye már lédottam a kurva anyád, bazd meg a kurva apád faszád! Ha még egyszer... Jó van.
Egyszer akartam nagyon trükkös lenni, hogy nem pazarok annyi lőszert. Hát nem sikerült, na majd most. Nem a hibámból kell tanulni, hanem jobban kell csinálni. Várj fegyvert. Beszokták ezek a kicsiket. Késő lesz. Így inkább nem mertem a másodlagos lövést használni majd oda. Hopp! Most te csak szopadsz, ugye? Hát mi a kurva anyádért nem tudsz odáig ellőni, basz meg? Hogy rohadna le a beled. Mármint ezt a weaponnek mondom. Gondolom azért, hogy könnyedébben fel tudjak robbanni a saját gránátomban. Más magyarázatot nem tudok találni rá. Kis szopókat is ezek lehet, hát egy szarú. Tögöljetek már meg egy tisztet. Fölugrott a hátamra. Vigyél, apu! Miért hoztak ide egy plüssmackót? Milyen szokás ez? Itt talán ez a legkevésbé fura egyébként az összes többi történés mellett. Erre ki van? Nem mozogjatok! Néztem, hogy az első Jurassic World filmről tudtam, azóta meg kijött már még kettő. Még van kettő rész, amit nem láttál, én sem láttam őket, meg hogy... Jó, ezt ugyanazt kántálják mindenhol. Ott van még egy kis geci, ennek a hangját hallottam. Jó, erre rálépek. Jól ellőttem a fegyveremet, bazdmeg. Nem baj! Most jön a tisztogatás. Kipinganak még magukból egy-két lőszert. Hát, egyszer nézhető amúgy szerintem az a mozi. De hát ostobaság az egész csak. De nem rossz. Hát ez a Chris Pratt, ez nagyon menő benne. Érted? Raptor idomár! Hát azért, na! És motorozik a raptorok mellett, hát ha valami menő, akkor ez ez. De amúgy az akkora fölösleges fasság volt szerintem, hogy még keresztezték valamivel a Tyrannosaurus Rex-et, mert az nem volt elég, bazd meg a T-Rex. Az Isten faszát! Sajnálom, bocs! Nem ijedtél meg? Hát legalább tőlem meg kellett volna, nem? Te ezért bedugott füllel élvezed a streamet? Mármint füldugóval, úgy értem, nem fülessel. Na, hova viszel itt? Csak nem a bosshoz. Hát... Elég epiknek tűnik ez a hely. És hogyha már a dinoszauruszoknál tartunk, akkor sajnos most muszáj lesz elmondanom, mert eszembe jutott egy poén. Hogy hívják a leszbikus dinoszauruszt? Licoladapus. Jó van már! Megértem azt, aki visszavonja a követést és leiratkozik a csatornáról.
Anno pont elsütötte Vera. Ki az a Vera? Spino? Magic Spino? Aki írt a chatbe az előbb? Mert ti Jurassic Parkoztatok? Vagy hogy ez, ez a téma? Nem hiszem, mert én betettem. Bandi nagyon nagy fogjának. Azt a fejszállás! Hát ide! Nem tudom onnan kivenni. Legyen tánc. Befagyod. Gyere ki! Írja az egész dino témát gyermekkorában, de sokan vagyunk így. Most a bátyám a kislányát is azt hiszem, hogy sikeresen dino imádóvá nevelte. És a nagyszülei, az én szüleim, elvitték egy ilyen dino parkba, ahol fel lehetett ülni a T-Rexnek a hátára. Miért van az az érzésem, hogy ide be vannak fagyasztva szörnyetegek, akik random időpillanatokban fognak kitörni? Mi volt ez a hang, bazdmeg? Hát biztos csak a körmét reszeli valaki. Ott se lesz meleg, ha kinyílik ez az ajtó. Gondoltam. Ez mi? Kukha be a faszomat! Hogy rohadna ebb? Jesus Christ! Az, ez minden Twitch, srácok. Én ennyire még nem postam be életembe azt a kurva 700-át. Nagyon szép napot kívánok, mire most lesz. Hú, geci. Te most kamúzol, ugye, Bazsi? Én azt hittem, hogy itt föl tudok menni egy itemet, de gondolom szándékosan csinálták úgy. Mondjuk én egy kis loot. Felvettem az jumpscare lootot. Geci ez a hely. Köszi szépen a klippet, bucsát. Hát nem volt Hulk, Nandi. Igen, még egy nyakam is meghúzolt ott, bezzeg. Ez nem loot. Ezzel egyszer már jártunk pórul. Jaj, ez nem loot? Nem. Ez jumpscare. Én amúgy nem szeretném, hogyha kevésbé lennék beszari, mert akkor nem tudnám ennyire élvezni a horror játékokat. Nálam csak egy szabály van. Mindenki harcol, senki sem sunyog. Hallgassátok rá, Jack. Aki nem csinálja a dolgát, azt lelövöm. Fontos tanácsait. Itt csak egy szabály van. Nem biztos egyébként, hogy most ez a legjobb, ha ezen a szűk helyen ez van a kezemben, úgyhogy inkább leváltam. Okay. Ez mi? Na, hogyan kell erre ránézni? Rate of temperature. Sizzle
Jay Sizzle írta ezt a fasságot. Hú, de hosszú, ezt nem fogom végigolvasni, csak hogy gyorsan végig szaladok, hogy ki tudok-e valamit venni. Nem így akartam? Hogy meg, hogy kell lejjebb menni, bazd meg? Operating system, infection software. Mit csinálnak itt valójában? Két testet elveszítettek a múlt héten, azért, mert a szoftver meghibásodott. Ez aztán! Ocsmány bolygó! A rovarok bolygója! Ez a bolygó veszélyezteti az emberi életet! Nagyon megemelkedett a hőmérséklet. Az EarthGov munkatársait gyanúsítják emiatt, hogy ők a felelősek azért, hogy itt megemelkedett a hőmérséklet bent azében a fagyasztóban. Hartaf, nagyon szép estét kívánok, jó szórakozást! De megint benéztem a lootot. Hát az annyira nem, mint az előbb. Etinek is nagyon szép napot kívánok, jó szórakozást, szevasz! Na jöjjön, aminek jönnie kell. Még egyszer nem dőlök be ennek. Legyen tánc. Tudom, hogy most máshol fog megszipatni, mert pontosan így gondolkozik az ember, hogy ó, az előbb ezzel beszapadtál, most nem fogsz. Majd a következő. A jó életbe. Na, ezt egész jól viseltem. Pedig elég hirtelen jött. Bucsar egyébként belinkelte, hogyha valakit érdekel, hogy mi az, amikor nem jól viselem. Hadd ide! Egy stázist is találtunk, királyság! Sokkal jobban félek a jumpscare-től, mint a szörnyetegektől. Mögöttem! Hol? De hol? Ott jön! Hopp! Rohadj meg! Mondom, rohadj meg! Nem érted, hogy kell megrohadni, bázd meg! Meg jön valaki, a kurva anyját! Ne köpj le, ne köpj le, ne, csak azt ne! Hülye fasz vagy? Hova lett? Srácok! Hol van? Ott van! Állj meg! A kezed, kérdez, add csak ide! Állj meg! Legnehezen. Kábult el, hogy úgy fogalmazzak. Baszd meg az anyát, te retket faszfotó! Hogy rohadna le a beled, te cickány majom! Azt hittem már kiírtam mindet, baszd meg! Elvitte a lábamat, hogy ciszabazz. De hát ez beszarás, komolyan. Mekkora egy genyó ez a játék. Nem neked való ez a game. Hát pont, hogy nekem való ez a game. Mert nagyszerűen játszom. Nix, nagyon szép napot kívánok! Hartap, azt tanácsom, egyél! Helyettem is légy szíves, hogy geci éhes vagyok. Mert... nem gecire vagyok éhes, hanem nagyon éhes vagyok!
volt egy izé... A Közelebb című filmet, nem tudom, ki látta magyarul, srácok. Clive Owen van benne, Julia Roberts, Natalie Portman és Jude Law. Tulajdonképpen kurva jó színészek. És abban volt egy ilyen duma, hogy a csaj nevében azt írja a cseten a csávó, hogy izé, hogy geci szomjas kurva vagyok. Na, most nagyjából egy ilyen vallomást ejtettem meg véletlenül magamról. És ő nem úgy értette, hogy nagyon szomjas. Hopp. Még egy lépés. Még egy. Jön. Jön a szörnyelpé. Ja. Hát erre kurva szarul emlékeztem akkor. Hogy ha oda kilépek, akkor támadnak rám. Ez egy befogadó csatorna harta. Ez nem a izé. A vidám vasárnap összejövetel. Én is iszom egy Estus-t. Az Isten Estus-át! Egy! Megérettem egy! Hol a következő? És a melegek úgy mondják tovább hartak, hogy Áron, te vagy az én párom. Ez friss ropogós, most találtam ki. What? Szűz Máriádat, állj meg! Ó, hogy leesett a karja, várj, az kell nekem. A rovarok bolygóra! Csak, hopp! Ez a bolygó veszélyezteti az emberi életet! Neked nincs olyan finomságod? Hagyj még egy kar. Csak lenni, nem fog. Ú, bezd. És egyszerűen ezt nem bírom ki. Hát hányszor dobjalak még meg a javelin kurva anyáddal? Seggfej. Hát, ezt nyomkod. Mi? Én azt hittem, hogy fölöslegesen nyomkodom, de akkor lehet, hogy pluszba is felnyomtam egy tiltra, nem kellett volna. Remélem tetszenek, srácok, most jó sok új ízét csináltam, ilyen csatornapont jutalmat. Hogy kedveskedjek a szíves nézőközönségnek. Nem tudom, miért kellett úgy mondani, mint hogyha... Krisztus! What? Hopp. Milyen? Láttatok, milyen valaga volt? Különösen harta. Láttad? Mindjárt másiknak megnézzük. Hogyha szereted a fiú seggek. Meg remorsz lesz természetesen, aki még nagyon szereti. Márjál, megfordítjuk. Márjál, csak a kedvedért. Figyeljen, aki szereti a szép férfi seggeket. Ott van! Ott van! Hopp! Na, nem rossz, mi? Megbőröznétek, valljátok be! Nem van baj. Csak viccelek, hartap, miért lenne jó? Csaba, nagyon szép estét kívánok, jó szórakozást! Igen, jóba! Állj meg! Mondom, állj meg! Ja, nincsen százisom, ezt nyomkodhatom, bassz meg, de most a fal megvédett szerencsére.
Betárazunk. Hát nem a, nem a Beast Cutterben, mert abban nincsen. Vagy Plasma Cutter, mindig Beast Cutternek mondom, elnézést kérek. Ezek miért vannak itt ezek a hullák? Ezt valaki meg akarja szopkodni szerintem. Nem. Rosszabb a helyzet. Ezek fölkelnek. Hadd ide ezt a... Nyalj ki! Szóld meg! Oké. Okay. Azt hiszem kész volt. Nem valami szép látvány, miután eltapostad őket. Ez nagyon ideillett. Hú, kellett volna egy ilyen is a csatorna pont jutalmak közé. De azért az teljes Starship Troopers nem akarom berakni. Azt hittem, hogy szörnykarok, de csak robotkarok. Nincs, csinálj már, arról is beválthatott, amikor mennek a szállítókba a katonák, ebben a pillanatban éppen jókor írtad, mondtam, hogy nem akarok többet. Landolás előtt, you're going in the first wave means more bugs us to kill. Smash, killing anything more than two legs. Ja, hogy öljetek meg mindent, aminek több, mint két lába van. Ne szopass, hogy te angolul nézted. Hát az még gyerekek voltunk, amikor Starship Troopers-t láttam először legalábbis. Nekem azok úgy megmaradnak, tehát amit szinkronosan láttam gyerekként, azt mi a faszért nézném angolul felnőttként. Ne szóljatok senkinek, de én a Harry Pottert is magyarul nézem. Azt hiszem elveszítettük a kapcsolatot az egyetlen emberrel, aki itt segített nekünk. Mi a lószart csinálnak ezek? Lehet, hogy ilyen dino tojásokat vesznek ki, tudjátok, azokkal a kis karokkal, mint az ilyen japán játékokban. Hú, ez mekkora csalás. Ti az életben tudtatok kiszedni azzal? Tudjátok, hogy melyikre gondolok? Hogy így van egy kis joystickod, benne vannak a plüss állatok a dobozban. És a joystickot irányítod, hogy hova nyúljon le az a markoló kar. Szerintem azzal nem lehet kivenni semmit. Vagy lehet, hogy csak a magyarokat bütykölték meg úgy, hogy nem lehet kivenni. Mert videót viszont láttam arról, hogy a japán gyerek simán kiszedi az összeset. Csajomnak 20 euróért fizettem egy kb. Egy szentet se érő kötőt. Ja, ezt elhiszem, hogy olyat ki lehet. Amikor elmész a búcsúba céllövöldézni, azt vágjátok azt a feelinget, hogy a mesztelen csajos kártya az 8 pálcán van, 100 forint minden pálcát ellőni, és azokat a bizonyos hurka pálcákat a cigányasszony az egész este áztatja be a vízbe, hogy nehogy véletlenül el tudjon törni, amikor meglövi, eltalálja. Itt lesz a boss egyébként szerintem, srácok, mert sok itt a stázis töltő. Na nézzük. Ezt a panelt leszedjük. Ezt meghekkeljük. Már pont ma akartam mondani, hogy azt hiszem beleértem ebbe a hekkelésbe itt, de nem. Igen. Nyilván le kell lassítani majd. De még nem annyira értem, hogy lesz itt. Reaper! Fegyvernek a felrajzát megtaláltuk itt. Nem értem. Ja! Itt van ilyen magnetikus cucc is. Oh! Jó, lelassítom. És akkor úgy megfogjuk a másik karral is. Hogy ne. Srácok, nekem 5 milliárd IQ-m van. Hogyha éppen alszom olyankor. Ja, csak hogy nem ennyit kell rárakni, úgyhogy inkább lehet, hogy egy kicsit kevesebb.
Húzd már oda, hülye! Nice! Akkor felszállhatunk, vagy most mi van? Igen. Nehogy megszüntettük a gravitációt. Ez nem tudom mi. Ilyen stázis tudsz, ugye? Hát figyelj ide le. Lehetünk egy kicsit körülnézni. Szokták is mondani, hogy jó az XY cuccod hány pálcás volt. Igen. Amikor olyan egyébként, mint a kutyaszar. Mert irónia nem csak Irón vidéken található. Nálam csak egy szabály van. Mindenki arcol, senki sem sunyog. Jó napot, aki nem csinálja a dolgát, azt lelövöm. Ez majdnem az én koporsom lett, srácok. Mi a keci van? És mi van? Nem tudom, mit kell csinálni. Lehet, hogy nem ápok volna egy kicsit odafigyelni. Igen. Azt most megfogták a karok. Ó, be! Azta! Ez a maga módján ez szexi volt, ahogy ezt elnyelte, nem? Nézzétek csak, hogy... Oly, bemegy! Ó, azta! Primitív szemétláda vagyok. Csak egyetlen egy videó van középen, Butcher. Ha mindenki sunnyog, senki sem... Vagy... Fordítva, senki sem sunnyog, mindenki arccal. Most mi a geci van már? Azt hittem, hogy megoldottam. Meg kell etetni. Jó, akkor tudjátok mint? Beröpülök ott azon a liften, vagy mi a kutyafaszon. Itt. Ötletnek nem volt rossz szerintem. Mégis megpróbáljuk, hogy kiröpülni, amikor éppen jön egy ilyen... Isaac, have you gone through a small circular door in the roof yet? Na vége. Be careful, you'll have to time it just right. It's only open for a split second after a coffin comes through. A coffin? Why do you know that? The unitologists. Everything everywhere. Ezt eddig miért nem mondta el? Right. Thanks. Sikerten sikerült. Nem, király lettem. Vagy hát tudjuk, hogy a király az egyrészt Zambó Jimmy. Meghalt. Úgyhogy grófó. Úgy tudom. Legalábbis nekem azt mondta Viktor. Hogy grófó a király. Nem tudom, hogy merre áll a fejem. Az igazság, ezt mondtam már srácok, hogy nekem ez a röpködés, ez nem nagyon megy. Ez az milyen jó is a talaj a lábam alatt. Na. Ó, itt a csaj. Most kép is van hozzá. I think they're jamming our signal with a mobile device. Someone get me the frequency on that jammer. They must have a gunship position near the compound. Now what? Change your plans? No. If they knew where we were, they would have killed us by now. Aha, már megöltek volna minket, hogyha tudják, hogy itt voltunk. Mindig megszakad a vonal. Én szívesen beszélgetnék vele.
mennyire menőn néz ki szemből, ahogy világít az élsisakon. Na, felmerül a kérdés, hogy eljött-e az... Ez mi a félisz? Ide jó lenne. Ide jó lenne. Na vártok. Weapon bonus, pulse rifle receives 500 bonus damage, which is going to be in inventory slot. Ó, ezt meg kéne venni, srácok, valahogy. Mi van eladható? Semmi. Bassza meg! Jó, akkor most gyűjtünk. A páncél az kell. Kevés a kredit. Ez mondom, ez egy tulajdonképpen ez egy tanárszimulátor. Ez a játék, ugyanis mindig kevés a pénz. Szerintem Isaacnek is tartozik Brüsszel. Ha véletlenül itt van valaki, aki nem érti az iróniát ebben, akkor most mondom. Hogy szerintem nem Brüsszel tartozik. Nem látok az orromig se, genyó! Várjátok, a nodokat használom. Azt szerencsére megnyugtatott egyébként arról a játék, hogy a... hogy ezeket a fejlesztéseket nem fogom elveszteni attól, hogy a Security Armor-ra cserélek. Úgyhogy... be is nyomatom ezt így. Szankciós infláció lenne, igen. A játékon belül ez kicsit szívás lenne. Ja? Jó, azt hittem, hogy ez is egy komoly puzzle, de ezeket csak arrébb kell rakni innen. Ó, és ott a save. Nagyon megy. Szerintem tök jól haladunk, srácok. Ahhoz képest, hogy az elején teljesen össze volt pingva a bokám, hogy rögtön a legelejét nem tudtuk megcsinálni egy fél óra alatt. Na, hasra! Most itt fog bevágni egy izét. Ilyen hallucinációs lófaszt. Én már készülök a legrosszabbra, de mondjuk így is meg fogok ijedni, de... Jó, csak leestünk! Ez még mindig jobb. Itt azért vannak komoly lootok. Tényleg nagyon szarul világít ez a mi a fasz? Ez de mocsokság! Most meg tudnám venni a páncélt. Bazd meg az anyád! Egy csomó kreditet kaptunk, és nyilvánul, de most nem tudok visszamenni a mentési pontra, mert úgy estünk le. Fuck! Hé, ezek robbanós cuccok amúgy. Store. Hát nem tudjuk, hogy minek a tervrajza. Csak azt, hogy a store-ban tudjuk majd letölteni a tervrajzot. Ezt tudjuk, hogy mi. Sok lőszer, srácok, boss fight jön. Ez most már biztos. Akkor jöjjön, aminek jönnie kell. Egyébként nem tudom, hogy miért gondoltam, hogy vissza kell tartani eddig a levegőt, amíg megtaláljuk a boss. Anyádat! Most mit csinál? A bobák! Jó, akkor gránát!
Gránát légy gyorsan! Oda! Megjöttek a babák. Ó, még érik az egyik asszony. Te szemét! Azt hittem, hogy a gránát elintézett. Nem, most már meghalt. Milyen pepére vált te! Én bevallom, Butcher, hogy annyira nem. Tehát ha valami nélkül meglettem volna most ebben a végi játszásban, akkor ezek a babák, amik az egyben a szívét parkustozták rám rá állandó jelleggel. Meg kell várni a békát. Békacombot fogsz enni? Fene az ízlésedet. Vagy arra a békára gondolsz, akit le kell smárolni, hogy herceggé váljon. Én azt mondom, hogy ez egy jó helyszín egy boss fighthoz. Szopd le a brémet! Most már tudok célozni? Tudok. Már nem. Ja, hogy ezt többször is el akarod játszani, haver? De bazd meg, hát nem... Ja, eltaláltam ám. Csak lehet, hogy nem ez a legszélszegűbb fegyver ide. Haltunk! Kelj föl, Isaac! Jönnek a bébi! Hát ez az! Jaj! Én esküszöm, szeretem a gyerekeket, de ezeket nem. Hátok! Megkaposlak, köcsök gyerek! Még nem. Sok ki. Sikeres. Tudok hívelni? Nem. Akkor beszoktam. Megbasztak a gyerkőcök! Az életem rövid... ...izéje... ...története. Kikészítettek a gyerekek. Ott a hír. Ez szúnya dolog amúgy. Annak ellenére, hogy zombik, ez nagyon rosszul néz ki. Ahogy a gyerekeket kinyírom. Nagyon parák! Nem sikerült az meg lelassítanom azt, amelyeket leginkább akartam. Szájler uram! Szájler, nem játszunk! Ez brutál volt úgy! De jó lett volna, abban van még egy lőszer. Fagos lesz! Ez nem könnyű ez a játék, srácok, azt kell, hogy mondjam. Ez mondjuk radmenő volt ez a kivégzés. A maga gusztustalan módján. De Mortal Kombatba is lehetett volna akár. Egy jó talán. A szentség itt vagy, de hova menjek, basszod az anyád? Úgyhogy vissza kellett lenni, gondolj. De most... De meg miért? Hadd ütöm le a fejedet? Nem tudom már, ugye? Hiszem, hogy győzött. Jön. Yes!
healem az nem lett bazd meg. Megtaposom őket, hát ha van valamelyikben még. De ha valami geci menő volt, akkor most kivételesen nagyon jó volt ide ez a sorozatlövő része is a fegyvernek. Ezt elvasszunk. Ne! Fogadjunk, hogy nem kaptam meg a mentést. Fogadjunk, geci. Ez. Köszi a GG-kes srácok, de ezt elbasztam. Mert mindig, de megkaptam. Vagy nem? De. Nincsen már baba. Yes! Viszont van heal. Hát ami nincsen, az a szokásos, a lőszer. Körben nézzünk, hogy itt milyen lőszereket hagyott el. Geci menő voltam ugye ez a rész, de nem volt könnyű. Stressz helyzetben egyébként nagyon jól döntöttem, azt gondolom, hogy ide a szűk helyre szaladtam be, és akkor szét tudtam lőni őket. Jó, visszakaptunk némi lőszert, nem vészel. A Stelzen nagy az mi volt? Azzal még találkozni fogunk, vajon? Azért elég egy kaptafára készült ezeknek a bohócoknak a dizájnja, hogy ezek is ezek az oszlopfők is magára a markerre hasonlítanak. Milyen szépen használtad a stressz szót, pedig csak bepánikoltál. Nem. Nagyszerűen észnél voltam végig. Gacsis. Jó, ezt még egyszer akkor nem járom körbe. Több loot már nem terem, loot babér. De mi a faszért nem robbant fel amúgy? Hát ez a robbanós kutya fasz volt. Szóval ez a robbanós nekromor volt. És mögöttem jön. Hát azt én tudom még taposni. Most valaki jön még, vagy jön? Látom. A köpös. Ne! Milyen intelligens balsz meg, így a falnak nem is köpött neki. Ugye ez csak valami vicc. Mi van balsz meg, meglegyintett, mint egy faszkalap állat majom? Hát ez olyan bicslep volt, balsz meg, hogy ettől egy hangya nem halt volna meg a kurva anyádat, a szemét majom. Nagyon szép estét kívánok Alanírnak. És Szilidásnak is. Szevasztok, srácok! Most viszont éppensége el kell, hogy szívesen cigit, mert ez nagyon felbaszott. Várnak benneteket szeretettel a folytatni, 3 perc maximum, és itt vagyok.
Na szevasztok, már is folytatjuk a játékot. Én lenyugodtam. Ez körülbelül 3 másodpercig fog tartani, de most lenyugodtam. Úgyhogy, Butcher drága, hova szeretnéd? Hova szeretnéd ezt a jutalmat? Azt mondja, hogy... Sunnyog. Nálam csak egy szabály van. Jó, mindenki lesz. Harcol, senki sem sunnyog. Ha? Megfelel? Bocs, nem tudom, miért játszottam rá ennyire. Na, náhogy elszívtam egy cigit, mit csináltam volna, bazd meg? Egyik is így csél. A stresszkezelés. Enni nem ehetek. Dagat vagyok. Na. Hol a hílem? Ja, hogy jó, 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 még a loot elé rakott vissza. Oké. Okay. Akkor megyünk. Képzeljétek el, hogy a szájér hogyan szívhatja a cigarettát. A bőr cigarettát. Megképzeljétek el. Hogy ne gondoljátok el. Tedd föl! Legyen tánc. Sajnál maradtam. A seg csöcsről. Jó Isten, ez a mai tánc? Igen. Egy kis manó volt, aki berakta, nem én voltam, nem vállalom a felelősséget. Szoknánk le a frame-et. Na gyere, adj csak ide egy üzét. Egy fincsikar. Szerintem hartok, a srácok többsége annyira nem undorodik ettől a jelenségtől. De hogy mennyi, hogy tudtam ennyire, bassz meg? Ad ide! Kösz meg, anyád picsáját! Volt egy lábad, hm? Jaj, nem áll, még egy. Picsára. Vagy ti! Hát nem sok HP-nk maradt, az a baj. Most egy kicsi HP-t öltött, azért szereztünk, úgyhogy narancssárga csíkunk van. Mint az ország olyan narancssárga. Na, ez szörnyű, bazd meg mindenről a mocskos videsz az eszembe. Megnéztem szabad időmben. A Puzsért meghívták Tusnádra a Fidesz bulira. Hát én nem tudom, hogy az mit érez olyankor, amikor többieket tartott a szimpatikusabbnak, akik csak egy valamit tudtak csinálni. Jó, azért időnként mondtak értelmes dolgokat is, de ha Orbán Viktor szóba került, olyan mértékű 100 méterre nőtt ki a nyelvük, és azzal nyalták 35 millió kilométerről a gazdájuknak a segjukát. Ez mi volt? Azt hittem, bazd meg, ez az egyik izém. Csatorna pont utalmam, de nem, ez a játékból jött. Karakterednek is aranyos fokhagymái vannak. Stírolod a segét a karakteremnek, hogy mi?
okos kislány. Hozzá! Mindent betárazunk. Mindenben van tárazva, király. Minden kilóg a bele. Hey. Ezek a bordái úgy néznek, mint hogy fogak lennének, öregem. Nem én befostam ettől a szobortól. Nincs annyira világos! Nyomd el magadban a fájdalmat, mint Hide the Pain Herald. Arra hívta fel a figyelmet a fejemben a hang. Izé, megpróbáltad megölni magad, te kis loser. Mert hogy tényleg a legutóbb ez történt. Egy halucináció közepette egy jó nagy szurit akartam beleszúrni a saját szemembe. Szerintem ez a lift ajtó már soha nem fog kinyílni. Dana, you still with me? I've reached the top of the church. Elértem a tetejét a templomnak. I'll be waiting by the shuttle. A shuttle-nél vár minket a csaj. Lehet, hogy most személyesen találkozunk. Mit érdemel az a bűnös? Most ez még él? Kurva anyád! Rohadj meg! Most ez még nagyon kellett. Baszódj meg! Én azt hittem már megöltem. Hétfőn megyek és csütörtökön jövök. Mi van? Mész Lengyelországba? A mázli, hogy csütörtökön jössz, mert... Mi lesz itt? Jó, mennyire rettetem, Jézusom, most a kedden fogok találkozni a munkatársaimmal. Egy kis iszogatásra. Néhány kollégával, és... És felmerült, hogy kedden vagy csütörtökön legyen ez az időpont. Jézusom, csütörtököt ne. Hát az a Baldur's Gate, azt nem mertem nekik megmondani. Hogy ha-ha. Nice! Jó szórakozást kívánok előre is, Bucsi. Nem, mi fénnyel táplálkozunk, Harta. És egyébként hivatás tudattal fizetünk a boltban. Kéne egy shop. Egy sex shop, nem egy... Egy olyan, ahol tudnék venni egy fegyvert, illetve egy HP töltőt. Fegyvert a lószart, a páncélt, na. You're a unitologist. Of course you are. Why did I trust you? Oh. Well, you didn't have a choice, Isaac. I told you there was a cure and you came running. Why are you doing this? Why can't everyone just leave me alone? Hát baszott minket a csaj, milyen meglepő. You're a dangerous secret, Isaac. Soha ne bízz egy jó csajban, bazd meg. Because they're afraid you'll destroy their marker. After all, you did build it. What are you talking about? Én építettem. Well, that's why we brought you here. To build markers for us. Ó, erre nem emlékezett Isaac, hogy vele építették meg a markert. You people are unbelievable. Just give me the fucking cure and let me go. No, we don't want to cure you, Isaac.
We need that precious little head of yours just the way it is. Gondoltam, hogy még izé szexizni is fog, miközben éppen átbasz. Jó, hogy rá nem ül az arcomra. The last thing we want is for him to die. A kurva életbe. Ez a csaj, ez nem sokáig szerepelt. Most mi a gecit csináljak? Várjatok már. Már szájszek, léci! Nincs valami ajtó, amit meg tudunk lőni, nincs. Nyom. Fú, a szád! Gyere! Mász! Mász, mint egy baba! Gyere! Oda be! Ú, de jó! Üdös a pofád! Most lőnöm kell, azt mondom. Gyere már rá, eszek, ne butáskodj! Mit csináljak? Hossz! Hát most lehet megbaszottám. Én lőttem, ahol kellett. Jézusom, mit csináljak? Jön! Abból gondoltam, hogy őt kell lőni. Srácok, hogy megfordult a kamera. De valószínűleg nem. Nem kell vele szembe fordulni. Inkább kukni kell. Ilyen kibaszásból fordult meg a kamera. Mekkora akciók vannak itt, genyom! Az! Már úgyis régen jártam az űrben. Uha, ő is. Most meg így lőjem, vagy mi van? Csak nem tudom, most hol kéne. Ja, ezeket kéne széttölni. Jól csináltam? Azt hiszem, igen. Az oxigén palackokat szétlőttem. Nice. Nice. Torment me no more. És akkor azért mondta, hogy ne bízzak meg ebben a csávóban, mert igazából ő a jó. Na mondjad. Jó, már ezt tudom. Aha, mi szét is tudjuk szedni, ugye, ha mi építettük, akkor mi meg is tudjuk oldani, hogy ne legyen többé marker. A governmentet hallottam? Akkor oda megyünk aztán, hogyha ilyen... azért... nekromorfá változott a Viktor, akkor... azért azt is megtapossuk. Nem várnám meg, köszönjük. Na, kérek egy boltot. Hol van itt egy bolt? Ugye megnézzük a izémmel, a nyomkövetőmmel. Ami egyébként nem tudjuk, hogy miért működik, mert a izétől kaptuk. A csajtól. Nem az objektív kell, hanem szeretnék egy boltot. Jó, minden erre van, úgyhogy akkor király. Arra meg tudod, ki megy, akinek három anyja van. Nem volt hílem, nem.
Ez nem volt bizalomgerjesztő. Egy okot mondjatok, hogy ne szarjam össze a gatyámat itt. Ó, a gyerekjátékok azok mindig ilyen szopható gépek. Legalábbis a horror játékokban. Itt olyan hallucináció lesz, hogy készüljetek. Nem, még nem. Noni! Meki kell móni. Mit? Micsoda? Ki az a móni? Szia! Hosszú! Itt is van, fekszik valaki. Szegény. Te srácok, itt mennyasszonyi ruhában nem egy gyermek van? Van baj? Lehet, hogy az a izé a piteszes polgármester. Ki azt hiszem 68 évesen vette egy 17 éves lány. Hát most azt mondta, hogy erre van az objektív, hazudott a játék. Még nem ez volt az első alkalom. Íí, ez a keserves kiáltás, az honnan hallatszott? A gyereknek gyereke volt, ezt így mondják, a hartalap és elég gusztustalan. Akkor nem megyek ott be, úgy döntöttem. Ez a saját döntésem. Fotók. Itt már nem él, aki itt lakott. Hát, ki tudja, lehet, hogy egy másik fajta módon, igen. Úgyhogy most ezt gyorsan megelőztem. Most ez melyik fegyverem volt? Jó. Ja, pff, azt hittem loot van itt, aztán ez csak egy óra. Szaróra, húgy. És ez mi volt? Ja, és az óra is basszus, ezért jumpscare akart lenni, csak túljártam az eszén. They were afraid of us after the sessions. I remember. They took us to the machine for sessions, for the steps. I don't remember any sessions. Mi nem emlékszünk egyáltalán ezekre a vizsgálatokra. He starts coming back. Who comes back? Who? Look at you. You've grown up so much. Jó, hogy most megzavarodott egy kicsit. Ja, ő halucinált most, és akkor... Hát, szerintem a fiát kezdte el követni, ami tök para, mert ugye... ő ölte meg. Gondolom öntudatlan állapotban. Jó, az nem derült ki, hogy fia vagy lánya volt. És valamilyen masina... Onnan biztos, hogy be fog ugrani valaki. Miért nem? Director Tightman. All surviving squads are ordered to fall back. Repeat, fall back from the sector. Operation Endgame. Jó, oda megyünk mi is. A government szektorba. És ezekre a kezelésekre, ahol ott a markerrel bohózkodtak, vittek be valamilyen masinát, de mi nem tudjuk, hogy miről beszélt a csávó, hiszen Isaac egyáltalán nem emlékszik. Is
contingencies are in place for our lost assets. Jajó. Nincs még egy kis loot. Nincs. A lőszerem az most van egy pár. Kicsit félek is, hogy ez azt jelenti, hogy enemy is lesz. Nem is kevés. Aha, itt van egy javelin is. Mi volt ez a hang? Ezt a hangot viszont nagyon szeretem, a heal felvétel hangot. Mi volt? Jó, jönnek! Ez valami nagy! Várjuk, hogy azzal kezdünk, hogy ezzel pofán dobom. Gyere szépen! De nagy. Még egyszer? Ez nem annyira volt megfelelő a fizikai törvényeinek. Majd. Direkt azért dobtam oda egy gránátot, hogy egyszer végezzek mindegyikkel. Mögöttem is van? Tőj, már van. Jézusom! Nem nagyon sokat kell foglalkozniuk velem, hogy megdögöljek. Meg legyintenek, bazd meg. Nem tudom megakadályozni, hogy kijöjjön belőle a cucc, bár most megpróbálom. Hogyha gránáttal ölöm meg, akkor hát ha a francba akarom, a kontrollerem is. Jó, csak ez nem annyira jó ez a módszer, mert így rám ugrálnak. Van még ebben lőszer? Bassza meg! Állj meg! Hol volt az a javelin kurvájára? Di! Ez jó rész megint. Kezdődik a bohóc szopás. Majd lehet jelölni vissza. Mi? Visszajelölni. De ne jelöges vissza. De a basz, meg azt hittem, el van már áradban még az utolsó. Ez így szar. Csak nem akarok ezekre a picikre olyan sok lőszert elpazarolni, de hát úgy látom, nincs már áradban. Geci menő amúgy ez a jelenet. Megvárom, sártok meg, hogy mit látjátok a játékot. Masaka. Bakana. Aina. Melyik a kedvenc szereplőtök? Az Attack on Titanből, és miért éppen Mikasa? Gyere, Hushi! Grill csirkén, sikér! Ja, hogy ez még így is mozog, ezt eddig nem esett a vázni. Jó vagyok.
Megint a hátamon van! Rohagyj meg! Ezért egy kis lootot igazán adhatná. Ja. Következő. Téged is Levinek hívnak? Most te szobd ki a zapádnak a herét! Én megvárhatnám, amíg megölöm. Akkor mi az azonosulás? Na várjatok! Meggyes is ettem. Szóval, mi az azonosulási pontod? Levi Dijóval. Eddig nagyszerű. Még egyszer tudok dobni ilyen javarit? Aha. Gyere! Nem tudtam. Ez nagyon hatásos volt. Most! De miért ilyen geci ez a játék? Hát ezt nem hiszem el, basz meg! De most honnan a retkes pöcsömből jött elő? Kibújt a semmiből? Ronda. You stasis in combat. Nem az a baj, bazd meg, hogy nem... Ez megalázó volt, hogy most ezt a tanácsot kiírta. Én tudom. Használni kell, csak nem az volt a baj, hogy... Azt hogyan lőjem rá, amikor nem tudom, hogy jön? Egy, két, há, négy, öt, hat, hét, most! Jöhet a másik, csak ugye ne felejtsük el, hogy ennek még jön egy barátja. A semmiből. Jó. Most! Jó, és akkor most átváltunk. Honnan jön ez a geci? Nem ez. Most. Álljatok meg! Nem tudom, nincs fegyvere. Hajj már meg a kurva anyád! Ugye nem jön neki. De mi van? Mi a pénisz? Hát ennyit nem tudok meg... Lacek, nagyon szép estét kívánok. Ennyit nem lehet megölni, baszd meg! Eléggé elvont és kívülálló karakter. Nagyon király karakter a Levi. Szopnám. Hogy? Ezt az első két dagit ezt már egész jól el tudom kapni. De utána jönnek ezek a rettentő gyors önmagukat denevérnek képzelő elemik, azokat meg sokkal kevésbé. Most. Ez még él. Bazd meg rám a kapaszkodót egy kicsi gyermi. Add ide a karmadat, köcsög. Na gyere másik. Hol a szemét ládája? Ott jön. Oké. Okay. Az egyik karját kéne talán. Komoly! De hát bazd meg!
Hányszor fogod még ezt meglepetésként érni, baszki? Nem hiszem már komolyan mondom. Jó, 35-en még ugorjatok a nyakamba kicsi a rakáshozni, buzik, köcsök, grillcsirke, passzopó állatok. Ha még egyszer kiírja ezt a gyúsztázis, akkor lehányom bazd meg ezt a képernyőt. Arról megfeledkeztem, most megint hajlamos vagyok az ilyesmire, mert ugye megszoktam a From Software típusú játékokat, hogy nagyon következetesek olyan szempontból, hogy pont az a lényege, hogy ahogy gyakorolod, egyre jobban megtanulod, hogy mi lesz. Itt meg épp ellenkezőleg van, nem tanulható a játék azért, mármint nem a mechanikái, meg a célzás, meg a fegyverek, meg az ilyesmi, az persze tanulható, hanem az nem, hogy hogyan követik egymást az események. Nagyon nem, mert mindig máshogy. És én most arra számítottam, hogy úgy lesz, mint az előző körben, hogy szépen megölöm a dagit, és majd utána foglalkozom azzal a nagyra. Még egy dolgot megpróbálok, srácok, hátha. Az egyben volt egy olyan enemy, akivel kapcsolatban működött az, hogyha nem lövöm ki a hasát, akkor nem is jön ki belőle a végső. Hogy lövöttem megint ezeket, szia, nem igaz, baszlek. De ilyen szemét nem lehet! Kurva anyádat nyalt ki! Tehát egy scripted cutscene alatt meg tudnak ölni. Szevasz, jó van, nagyon szép estét kívánok. De akkor az elsőn könnyebben kipróbáljuk ezt a módszert. Addig nem jönnek többen. Hogy... Nem, így nem tudom kipróbálni, ha ennyire balfaszkodok. Ilyenkor mi van? Ez most mi a kurva anyámat csinál itt, baszd meg! Itt egy szór. Gondolom megáll a játék, hogyha oda belemegyek, csak úgy szeretem. Szom te az apádnak a pék faszát! Nem áll meg a levegőbe attól, hogy golyózápor tereztek az agyába, bazd meg! Hát mi ez? Na mondjuk most, úgy ahogy pisztollyal a szájába tudtam lőni, belelőhettem volna a stázist is akár. Hátba támadni. Jó a zene.
Mennyire kell számítani? 8? 9? Azt hittem meg vagyunk ezzel, ha ezt megállítottam. 3 jött, azt hiszem. Hát annyi stázisom nincs, hogy mindegy kell. Bazd meg, a nyakamban van egy genyó! Pont úgy értem vele, hogy most miért sikerült ennyivel rosszabbul. Hogy még egy grill csirke is kijött belőle. Ha most ez fölöttem jön, én megörülök. Hát ha egy valamire számíthatok, az az, hogy onnan jönnek. Az volt a terv része. Kézre inkább így lövök. Ment a hóna alatt, mi? Jó. Húha. Jó ez a zealot fokozat. Egyébként tudja valaki, hogy mondják, mert én nem. A zealotot egyébként kizárt, így van írva, de... valószínűleg nem így kell mondani. Esetleg kumplis, ahogy én nagyon jól tudok. Egy kis hasprés. Videócsirke szezon. Jó, most ez jól sikerült az eleje. Megelem. Betárazom a legfaszább fegyveremet, és várom. Csak ne lőjem el mellette a stázis, annyi a lényeg. Vagy! Ahogy ott megjelenik, egyből rá kéne lőni. Gyere! Hozzá! Ne legyen több ebből a fajtából, létszik. Most fölüdelm jön, ugye? Aha. Kurva élet, hát ez nincs. Nincs lyuktom ebben a játékba, bazd! Menjünk innen, mert ez így nem lesz jó. Ugye nem? Mi a getvi volt? Tehát bát meg az anyád! Hát itt nem csak Isaac őrült meg, azt hiszem. Jaj, ez kijött. Jaj, srácok, bocs. Elfelejtettem bevenni a tablettámat. Ne, nincs ilyen tablettám. Bár lehet, hogy kéne. Most megcsináljuk. A dagi, az ezek szerint, ha közel max HP-n vagyok, akkor sem érhet hozzám. Egyetlen, tehát egy ilyen kis beach slap suhintással nem nyúlhat hozzám. Kitoltam a Callisto DLC-t, kedvem támad újra végigvinni New Game Plus-ban. Wow. Mégiscsak bevált a Callisto protokoll. Az annyira nem tetszett. Állj meg, bátya! Nem lehet a fejed. A fej nélküli grill csirkés sztoria. Ilyen nyakamba fog esni valaki?
Még azt hiányzik. Ez elfelejtett lelassulni a stázisban. Ez nem stázis volt, hanem extázis. Az volt a baj vele. Véletlenül azt lőttem rá. Ott a csirke még! De miért maradtak most meg a gyűjtsirkék? Nem is értem, túl korai volt a lövésem. Hol a tested? A testedet akarom! Te szexuális ragadozó. Sokat fejlődött, de még messze van az elvárástól. Én ebben sosem hittem egyébként, hogy az működik az a verzió, hogy szar egy játék, és akkor majd egyszer csak majd jó lesz. Bár, mondjuk azzal az volt szerencsém, hogy az eredetit én egyáltalán nem próbáltam, amikor megjelent a No Man's Sky. De amikor már én játszottam vele, akkor nekem tetszett. Na most a Cyberpunkot én legalábbis Series X-en én nem értettem, hogy azon miért vannak annyira kiborulva, hogy ez mennyire vállalhatatlan állapotban jelent meg, de azt tudom, hogy erről megosztanak a vélemények. Én imádtam az első pillanattól. Igazából most, hogy ezzel vagy ezzel a fegyverrel próbálkozni. De miért nem állsz meg, bazd meg, hogyha rád lövöm a stázis, te takony! Ez is megfasztott. Azért arra nem számítottam, hogy megcsinálom ezt a mocskos nehéz részt, és pont a grill csirkék fognak kivégezni. És az nincsen már, hogy nem tudsz leakadni alpaca az ellenségről? Tehát, hogyha abban a pillanatban, hogy egy centit elfordulsz, mondjuk mert el akarsz szaladni előle, akkor már megöltek. Az nincs a Callisto protokollban, mert engem az idegesített a legjobban, mint hogyha egy ilyen... Tehát nem lenne rendesen felépítve a pálya, hanem te tulajdonképpen egy ilyen kis izé lennél, bábú a csocsón. És nem tudsz megfordulni. Mert ha megfordultál, akkor meghalsz. Ez volt a legjobb bajom, nem az egyetlen.
Ugye a feje nem harap meg. Most nem, de a teste még igen. De még mindig itt vannak ezek a kis geszik. Hát ez nem igaz. Nem hiszem el, nem hiszem el, nem hiszem el! De miért? Hadd csináljam már meg, léci! Mi van? Mindent ellőztem, bazd meg. Gondolom... Ó, oh, szárvisom meg van. Megállítom, azt rálépek. És még volt már a grillcsékre, tök jó. Meg fog szólni, ugye? Mondd el az igazat. A mid? Rosszul hallom, ugye? Jó, jó, itt végeztünk, srácok. Nem tudom. Ezt nem lehet megcsinálni. Ezt nem gondolták komolyan. Még jött kettő olyan, ami a legdurvább enemy. Stázison van csak. Megkelj föl, hát nem tudsz nem találni. Azt nem tudom, hogy újabban miért nincsen ebben négy lőszerem, csak három. Azt a dagadékból fejeltem ki. Na? Ebben biztos kaptam egyébként, hogy ez fog történni, de csak... Ezért úgyse veszíthetek mit alapon. Beálltam. Add ide ezt a páncélt. Csukd be! Csukd be az ajtót! Ebből nem tudom, mi fog kisülni. Lehet, hogy eltörtem a játékot amúgy most. Mondjuk menő. Menő az új szerpó. Azt hiszem, hogy kapok most itt egy automatikus mentést, hogy egyből meghalok. Vissza a sarokba! Adjél! Van még kis grillcsirke van? Honnan jönnek? De miért? Nem tudsz. A helyedre menni. Oh! Ne! Tökölj már meg a kurva! Az meg ez nagyon idegesítő ez a rész, nem tudom, hogy kéne megcsinálni, hát annyira közel volt már megint. Mindig így rendesen meghalni, amikor... Nem megyek. Most van egy kis időm. Have a nice day! Köszönöm!
Érdekes lesz színűen a kivetel. A bomba energiait a fülkéből. Megérte. Hát ebbe belehalt, amit nem hiszek. De most még egy itt van! Hagyjál már! Ezt akkor nem hiszem el, bassz meg! De hát nincs időm megfordulni, bassza meg a kurva anyját! Jézus Mária, mi ez? Mi ez? Hát ezek csak így ugrálnak, mint hogyha izé nem lenne itt gravitáció. Nem tudok jobb taktikát kitalálni. Hát ez is mekkora fasság, hogy belemegyek oda a páncélért. Gondoltam, hogy akkor tovább húzom egy kicsit. Van egy heal. Jó. Van lőszer, van stázis. Most már meg tudjuk oldani ezt az első kettőt, hogy ezt utána mit csinálok, azt nem tudom. Kapost meg! Na, tűnj ki a haveri egyet, légy szíves! Van még stázisom van! Jézusom, lőj már, bazd meg valamiből! Ja. Azt hittem, hogy most túlva jó vagyok, mert ezt megfogtam. De ez még nem is ő volt. Honnan jönnek egy... Talán! Oh! És most a cutscene közben meg fognak ölni, tehát amit itt taposok rajta. Ja, nincs stázis a többi, akkor kész. Kész. Nagyon megörültem neki, hogy... Mi van? Szerintem ez a probléma, hogy nem gyógyítok. Még a HP-m is szinte fölösleges ezek ellen. Egyszer hozzám ér és meghalok. Nem tudom, hogy miért maradsz életben, amikor 90%-ban meg nem ugyanazt csinálom. Meg tetszenél halni valamit életben. Sertényes. Ez komoly. Nem bírom gecibázni. Az is tartjatok, léci? Nem adtak, akkor bemegyek csak. Jó, akkor nem megyek be. Hát ez kiszedett. Érdekes, hogy eddig egyébként működött ez a dolog, hogy beenged jutni.
ő a nagyfiú, a hasas, aki egyetlen egy tisztleppel megöl bármikor, akármennyi HP-n van. Most legújul a feje, de jó, hogy erre is elfazoroltam. És még föl fogunk el. Ez eddig a legszebb próbálkozás talán akkor. Most mi történt? Ja? Ezt elfelejtette, hogy már 100 éve kiírta, hogy nem megy a kontrollra. Vagy hogy le fog merülni. Nem értettem, miért hajol le a karakterem, mit nézeget a földön. Ez jó szárkezdés volt, na nem baj, nézzünk el erre, hát itt is van még valami lúd. Kötve hiszeg, ó, ez kevés van. Tényleg nagyon kevés. Ott jön a másik kék. Kasságon, mert egy ott állunk. Ne, add már vízke, töröm. Ki a fasz? De! Minden helyzetben, öregem, annyira profin viselkednek ezek az ellenségek, hogy nyomtam a stázist, genyó, és átugrotta. Kerülni már! Kileltem! Na, üzék, megérített. Amikor csak grill csirkék ugráltak rám, mert ezt vissza tudom hívelni. Akkor gyorsan egy kis lootot ki kéne szedni. Még jön kettő ilyen ugrálós. Fáj meg! Gyerünk, sikerülhet még! Gyerünk! Az a baj, hogy százison már szerintem nincs. És akkor beszoktuk. Aha, nincs. Jó, kész. Végez. Elbasztam! Azt nincs. Jaj, de jó lenne! Ó, jön még egy! Jó, akkor tényleg vége. Mi az anyád? Nem is egy. Valami hülyeség most már tényleg. Bazd meg, nincs lőszerem! Amiről én azt hittem harmadjára, hogy az már tényleg a vége lesz ennek a résznek, hogy megöltem 4 darabot ebből az izéből, az ugrálósból, meg ugye 2 a hasasból. Nem, még jöttek 2. Ezt szerintem nem tudom megcsinálni. Olvastam egyébként, mielőtt nekiálltam volna ennek a Dead Space 2-nek. Olvastam, hogy milyen nehézségi szintek vannak, és már azért olvastam, hogy hát ez nem lesz könnyű. Ugye ez egyel a hard fölött van. Az ennél nehezebb fokozatot, ami durva, hogy még ennél is lehet nehezebbet választani, az csak akkor választható, hogyha már egyszer végigtoltad a játékot, tehát én most nem tudom. Az még nagyon kellett, hogy ez elcsípjen. Ott volt egy nagyon picike kis lút, azért elszaladok. De nem te szoktál jönni még ilyenkor. De lőd már el ezt a szart! Lőd! Kapott! Egy valamit! Aztán nem éljük túl! Egy higgyöt közben elnyomtam! Nem sokat segített. Még mindig van 2 sajnos. Hílem, az nincs. Most
Sincs. Hadd menjek innen. Ez nem hír volt, bazd meg. Hogyha ez a kettő már nem jönne, az tök jó lenne, mert odáig rohadt nehezen, de el tudtam értelmesen jutni. Ez durva. Ez már az a kategória, amikor túltolod a kihívást a játékban. Mint a készítők részéről. Képzeljétek el, próbáltam a The Last of Us 2-t valósághű fokozaton. De jó Isten. Hát nem, én azt hittem, hogy csak nevében valósághű, és tulajdonképpen nagyon nehéz. Nem. Tényleg valósághű. Ha te egyedül vagy az ellenség négyen, akkor nem lehet megcsinálni. Ez annyira valósághű. Bárki egyetlen egyszer eltalál, meghalsz. Nagyon jó célhoz az ellenség. Ja. Azért tudtam, hogy kivárod, mire a fejemre tudsz ugrani, baszolj meg. Megcsókolt szerintem. Ez a szépséges lény. Amikor ilyenkor már... Nem értem. Tényleg nem értem, bazd meg sokszor. Mi van? Dagi jön előtt? Dagi jön előtt. Akkor próbáljuk meg úgy ezt. Hivatalosan is eddig a legjobb próbálkozásátok meg kell, hogy legyen. Ja, de... Nem. Hát vehetnék a boltban, ugye? Csak nem engednek oda. De hogy ilyen balfasz vagy, Isaac, hogy innen nem tudsz leugrani? Később, mint soha, hogy ez kiderüljön. Mellé lőttem azt a kurva!
És totál megérdemeltem amúgy, de nagyon rosszul esett cserébe. Azt nem. Jó, akkor hogyha oda futok be lefele, akkor a dagi jön előbb, és akkor meg tudom mind a kettőt így ölni, hogy ne pukkadjon ki. Ez egy komoly haladás. Nem tudom egyébként mit pörög annyit körbe ilyenkor utána a holteste. Mint a frászkarika. Ja? Ennyit a tervekről. Meg egyszer, hozzám érésége. Tök igazságos amúgy. Tehát, hogy a dagi rám néz. És meghalok. Egy rossz kéz. Ez egy fej volt sajnos. Tározni. Jöjjön előbb a dagi! Te, gyere! Jó, egyszerre jönnek kire. Ja, már is múlt arra, aztán itt jó. Még egy! Jó, most elszaladunk a boltba, mert van itt egy kicsi idő. Már ez nem volt sok. Nem. Ezt kérem. Have a nice day! Most azt kéne megtudni, hogy most, ha kijövök, akkor tudok-e még vásárolni, vagy akkor már tudnak engem bántani? Tudnék, akkor gyorsan mennék két száz is oda bent. Nem szívba jött az ice-ek amúgy. Igen, bántalak őket. Nem is látom, hogy mit veszek ezt. De még mindig jön kettő! Jó, akkor vége. Látod, nem bírom tovább. Most. Meg volt most már az a kettő is, és még mindig jönnek. Ezt így nem... Szerintem ezt nem lehet megcsinálni, bazd meg. Komolyan. Még ezt a kibaszott csízelést is, ami szerintem jól tett, megpróbáltam, hogy beszaladok közben a boltba. Vásárolni utána már nem tudok, csak a páncélt ezt még fel tudom venni így, anélkül, hogy megvernének közben. Ez
ezt én most feladom, srácok. Holnap is tolunk valamit egyébként. Reális esély van arra, de majd még kigondolom, hogy mi ez lesz pontosan kedvem. Hogy a Moonlight Greatswordot elkezdjük még pedig a legelső Dark Souls játékkal, vagy a From Software játékkal, a Demon's Souls remake-kel. Ja. Aztán szerintem azt is kéne közben fekvőtámaszozni, vagy valamit, hogy egy picit felboostoljuk az életben maradási ösztön. Úgyhogy holnap. Köszi szépen, hogy itt voltatok, srácok. Sajnálom, hogy a vége az ennyire szarul sikerült. Gondolom el is húzott mindenki. De... azért holnap találkozunk. Szevasztok!